Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy Esterházy csirketokányt fogok készíteni. Meglátjátok, ez is nagyon egyszerű lesz. 60 deka csirkecomfiléből fogok dolgozni. Tudjátok, hogy én jobban szeretem a csirkecomfilét, mint a csirke mellett, de csirke mellett is lehet dolgozni, hogyha azzal jobban szerettek. Tehát ez 60 deka, és zöldségből a hagymán kívül, mert egyfehér hagymát fogok felhasználni, összesen 30 dekányi zöldséget használok, ebből 15 dekányi maga a sárgarépa, és a másik 15 deka az egy kis zeller, és egy kis petrezselyem gyökér, ez nincs is teljesen egy egész, és akkor így jött össze a 30 deka, tehát fele annyi, mint a hús. És kezdek is azzal, hogy felvágom a hagymát kockára. Teszek egy kis zsírt, ide olvadozni. Ha elolvadt, akkor teszem bele a hagymát. Kis sóval megszórom, picit, hogy hamarabb készüljön, és nem veszem nagyon magas hőre, legyen időm összevágni a husikát. Mivel tokányt készítek, ezért csíkozni fogom a húst. Most már felvettem magas hőre, mert közben sikerült felvágni a húst, és már egyből tehetem is bele. Úgyhogy ez egy kicsit hadd piruljon meg. Ránézegetek majd, és hozzá fogok felvágni a zöldségeket. Ezeket pedig vékony csíkokra igyekszem felvágni. Ugyanígy felvágjuk, csíkozzuk a sárgarépát is. És ugyanígy csíkozom a petrezselyem gyökeret is. Teszem a zöldségeket is, még egy kicsit együtt párolom. Dobok bele egy babérlevelet, egy lapos teáskanál sót, egy fél mokkás kanál borsot, talán még egy picivel többet, jó? Mustárból, hát egy púpos evőkanállal teszek, legyen karaktere. Oké. Citromnak a héjából reszelek egy pár húzásnyit bele, de a fehérjét nem. Jó, ennyi elég. És akkor a levélből is csepegtetek egy keveset. Teáskanálnyi, amennyit beletettem. Jó, és akkor jöhet víz. Hozok még rá. És akkor kavarás. Takarékra veszem és lefedem. Közben tettem fel tésztának vizet, egy fél kiló tésztát fogok kifőzni hozzá. Míg fő a tészta, meg a husika, van időm egy habarást elkészíteni, egy ilyen lapos evőkanál liszt, és 2 deci tejföl fog belemenni. Úgy, mint körülbelül. 2 deci. Kis vízzel meglazítom. És kész. Közben kifőztem a tésztát is, már leszűrtem, átöblítettem. Egyébként volt a vízbe só, mint mindig. És néha belekavargattam, nem kellett vízzel pótolni.
tulajdonképpen a húsi puha, a zöldségek is pont kellemesen puhák, és akkor most már annyit csinálunk, hogy behabarjuk. Ilyen kis folyadék esetében nem feltétlenül szoktam hőkiegyenlítést csinálni, nem szokott vele gond lenni. Szépen elkeverem. Ezt kiöblítem még bele egy kis vízzel. És ha felforrt, akkor legalább 2-3 percig forr. Megkóstolgatom. Egyébként megkóstoltam már. Van, aki ebbe szokott egy icike-picike cukrot tenni. Ha igénylitek, akkor lehet. Nekem pont a zöldség megadta azt az édességet, hogy nem hiányzik belőle, ezért én most nem teszek. De aki óhajtja, egy nagyon kicsit pergethet rá ízlés szerint, jó? Én is most megkóstolom. Egy kicsi só. És akkor tálaljunk ki hozzá egy kis húsit. Ez egyébként készülhet csirkemellből is, ahogy mondtam, de pulykából is, sertéshúsból is készíthetitek, de marhahúsból is készülhet. Láttátok, nem egy bonyolult dolog ez sem. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, akinek van kedve és elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!